Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmából. Ahogy a felvezetőben is láttátok, a címképek, a feliratozás témakört fogjuk egy kicsit átdolgozni, átgondolni. Nem azt mondom, hogy például a KDN Live-ba feliratozó címkép készítő eszköz az nem jó, csak azt mondom, sokkal kevesebbet tud, mint egy nagyon egyszerű, viszonylag elterjedt és mindenki által valamilyen szinten ismert Inkscape. Azaz szeretnénk rendezni, beállítani, igazítgatni, egy kicsit effektelni, egy kicsit módosítani, azon kívül a feliratokat, mind amit mondjuk a KDN Live vagy egyéb feliratozónak a feliratozó része tud. Azaz, hát mit lehet ilyenkor csinálni? Ahogy mondtam, a legegyszerűbb, hogyha elkészítünk egy képet, és ő lesz a felirat. A képnek a háttere legyen átlátszó. Ha ez nem megy, akkor legyen videótip zöld, azaz a chroma keynek megfelelő színnel lásd el. Mivel a KDN Live elég jól kezeli az átlátszó hátteret, ezt nem fogom bemutatni, hiszen az, hogy a háttér átlátszó, vagy videótip zöld, vagy akármilyen színű, az nyilvánvalóan a saját szerkesztőprogramodba, akár SVG, azaz vektorgrafikus, akár pedig bitmap, azaz pontokból összeálló, pixelekből összeálló pixelgrafikus programban meg tudod tenni. Azt választod, amit te ismersz. Azaz, első körben én az Inkscape-et megnyitottam, és már van is itt egy teszt, azaz kipróbálásra szánt háttérkép dolgunk. Na hát, természetesen nem evel kezdünk. Az első dolog az, hogy fogod a videószerkesztőt, vagy átgondolod azt, hogy mi legyen, azaz teljesen mindegy, de legalább tud, hogy mekkora oldal aránya van annak a képnek, annak a videóképnek, amit te használni akarsz. Azaz gyakorlatilag, hogy ne torzuljon semmi, első körbe beállítjuk a kép méretét. Nézzük is meg, hol lehet itt például a képnek, a vászonnak, a rajzvászonnak a méretét beállítani. Más programba, máshol lehet, máshogy, de mindegyikbe 101%, hogy valami szinten ezt pontosan szabályozni tudod. Az első körben ide megyünk, majd dokumentum beállítások, és legörgetünk, nagyon intelligensen, vélhetően ezen a célból, az Inkscape készítői legalul a V betűnél a videóméreteket is megadták. Az 1920x1080-as felbontású videóhoz ezt kell választani. Ekkora lesz a rajzvásznad. Azaz, ezentúl már tudni fogod, hogy a megfelelő méretű videóhoz megfelelő méretű képet illő elkészíteni, nem torzul. Csinálhatsz mást is, különböző effektek, futások, tehát mozgások, felirat mozgások, mint amikor filmeknél a végén fut alulról felfele a stáblista, olyat is tudsz készíteni, akkor a hosszabb, azaz oszloposabb megoldású képet kell készíteni, és azt mozgatod fölfele, lefele, oldalt, teljesen mindegy. Logikus, aki már látott ilyet, meg fogja tudni csinálni. Miért jön nekünk a szerkesztő program, amit választunk? Azért, mert többet tud, mint a megfelelő videóvágó, amit használunk, akármelyik. A Linux alatt az összeset kipróbáltam, azt kell mondanom a Blenderen kívül, ami egy eléggé összetett program, most finoman fogalmaztam, hát bizony ezek a képi effektek, ezek a feliratozási lehetőségek nagyon kevesek, azaz gyakorlatilag, hát bizony ez sokkal többet tud. Miért? Lássuk is meg, itt csináltam egy-két feliratot, nyilvánvalóan készíthetsz egy-egy címsort, vagy egy feliratsort, nyilván használhatsz szövegboxot, abba aztán úgy rakosgatod össze a dolgokat, ahogy tetszik, tehát nagyon jó kenyérszöveg, tehát ilyen tömb szöveget össze tudunk állítani egy-egy szövegdobozba. Na, lényeg az, hogy meg kell ismerni az Inkscape-et, Gimp-et, vagy amit válaszolsz, és használni. Tudsz különböző beépített effektusokat is használni. Én bevallom őszintén, a beépített effektusok közül egy körvon alatt, nyilvánvalóan ez nagyon kényelmes és szépé tudja tenni a feliratot, hogy nem csak egy betű van ott, hanem egy kis körvonalat is adunk. Hát azt használtam, meg egy naturátmenetet, mindenféle egyéb extrázás nélküli naturátmenetet. Nyilvánvalóan egy rajzprogramba rengeteg effektuson, tehát betű alakítási lehetőség, és nyilvánvalóan nem csak körvonalat, szint, átmenetet, hátteret, egyébet tudunk
árnyékot, domborítást, egyebet hozzáadni, hanem torzítani is tudunk egy vektorgrafikus programba a betűket. Miért? Mert hogyha átalakítjuk a betű képet útvonallá, akkor azt úgy húzkodjuk, úgy igazgatjuk, ahogy éppen nekünk tetszik, azaz megfogjuk a pontot, mozgatjuk, torzítjuk egyéb. Ilyesmit azért legyünk őszinték, összerakni mondjuk a KDN Live felirat szerkesztőjébe nem nagyon lehet. Oké, nagyon szép. Ha azt mondod, hogy egy videóban ne az effektus adja át ilyen körvonal, meg átmenet, meg egyéb, a videó anyagot, meg nem ilyen torzításos hülyeségkel, nem hülyeség, de mondjuk most azt, hogy hülyeség, hanem egyszerűen csak egy középre igazított, jobbra-balra berendezett feliratot szeretnél elkészíteni, amit úgy raksz össze, hogy kényelmesen és gyorsan és hatékonyan el tudod végezni, akkor az Inkscape, meg persze a GIMP, meg egy csomó egyéb szerkesztőprogram alkalmatos lesz. Miről beszélek? Ezek különálló betűsorok, betűhalmazok, amiket érdemes lenne egyrészt középre igazítani, másrészt jobbra, meg balra igazítani. Ezt igazából mondjuk a KDN Live szerkesztőjében nem olyan egyszerű megcsinálni, hiszen ha külön-külön sorok vannak, nyilvánvalóan külön-külön sorokat, blokkokat szeretnénk a betűkből összerakosgatni, mert értelemszerűen, hogyha egy folyamatos szöveget szerkesztünk, azt középre tudjuk állítani, középre tudjuk igazítani, de abba jellemzően például egy ilyen igazából nem túl nagy munkát nem nagyon tudunk elvégezni, azaz itt kényelmesen el tudjuk végezni. Igazítsuk már ezt középre. A laphoz középre igazítjuk, megkeressük itt nem a csoport szétbontás, nem a szöveg és betűtípus, hanem a igazítás és elrendezés dolgot, megmondjuk neki, hogy hát légy szíves a laphoz igazítani, és légy szíves középre igazítani, középre is. Igazította alcím, az alcímet, hát ha az alcímet ez alá kéne berakni, nyilvánvalóan akkor a laphoz középre igazíthatjuk, mivel az első szöveg, ez egy cím felkiáltású dolog, a lapot középre állítva, de mi inkább a először kijelölthöz szeretnénk középre állítani, egyéb ilyen dolgokat meg tudsz írni. Szuper egyébként ez a program. Én amióta használom a Linux rendszert, megelőtte talán Windowson is, az Inkscape volt az egyik kedvenc programom. Na hát ezt az egy és másik sort jó lenne ide középre igazítani, nem a laphoz, hanem az egészhez középre igazítani. Ezt a két sort szeretném itt egymás alá berendezgetni, azaz egyik sort kijelölöm, másik sort kijelölöm, és mit teszünk, kijelöltetjük, hogy balra legyen szíves már igazítani. Ez egy hosszabb sor, a hosszabb sort jó lenne ehhez szintén beigazítani, hogy ezen a síkba itt legyen a pont, az igazítási pont, szintén meg tudod csinálni. Oké, megvan az igazítás, 1, 2, 3, de eszedbe jut, mégse ide szeretnéd igazítani, hanem ehhez képest bizony középre szeretnéd igazítani az egészet, ehhez képest, mert ennek a helyét neked tetszik, kijelölöd, és először kijelöltöz van beállítva az igazítási pont, és rányomsz, rögtön középre dobja. Hát jó, oké, szép, de itt az eloszlás eléggé uncsi, van egy kisebb hely, meg egy nagyobb hely, ezt jó lenne térben összerakosgatni, hát hogyan megint kijelölöd, és az elrendezést bizony, hát függőlegesen is, és vízszintesen is meg tudod tenni. Ráadásul itt nem csak arról beszélünk, hogy vízszintesen elossza, vagy függőlegesen elossza az objektumokat az adott területhez, hanem meg lehet adni, hogy a közepe, a jobb, vagy a bal széle legyen, vagy különböző pontok legyenek azok, vagy esetleg a betűknek az alja, teteje, egyebek legyenek azok, amihez igazít, hát bizony itt a térbe simán el fogjuk osztani. Látható ezt a teret, alsó sor és a felső sor között teljesen elosztotta, és így már kinéz valahogy, igaz? Ez bizony, hogyha nincs ilyen lehetőség, akkor kézzel szemre ide-oda tuszkolni a betűket, az nem nagy buli. Higgyétek el, nem nagy buli, mert rámegy egy csomó idő, és biztos, hogy a kettő között
Őt középre nem állítja az ember kézzel. Persze, vannak erre megoldások, rácsok, egyebek, de hát maradjunk annyiba, hogy azért egy gombnyomás mégiscsak több, mint a semmi. Oké, ezt a címet, meg ezt a címet elhozom ide, hogy azért lehessen látni, hogy ezt bizony jobbra kéne igazítani, akkor az hogyan megy? Ezt szintén kijelölöm, és jobbra fogjuk igazítani, és oda fog ugrani. Oké, ő is átugrott, nyilvánvalóan hibáztunk, semmi gond. Ez a cím, és ez a cím, és középre igazítjuk. Villámgyorsan működik? Igen, villámgyorsan működik. Tudunk bármilyen igazítást, térelosztást megtenni, és ez hozzáteszem, a minimális ismeretek voltak, és el is készült a nagymű. Oké, hagyjuk ennyibe, mert ezek után biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja azt, hogy bizony ennek az igazítása, ennek az eloszlása, ennek az effektelése sokkal egyszerűbb, mint egy videószerkesztőbe. Hogyan tudjuk ezt belegyömöszölni egy videószerkesztő programba? Akár videótip szín a háttér, hogy a chroma keyt tudjuk használni, akár átlátszó, a KDNLV jól működik az átlátszó hátterű képekről, valóban átlátszó lesz, akkor bizony semmi egyebet nem kell nekünk tenni, hanem csak annyit kell tenni, hogy ezt kiexportáljuk. Kiexportálhatjuk, azaz lementhetjük SVG-be, vagy exportálhatjuk PNG-be. Mivel hogy most szeretném bemutatni, hogy PNG-be hogyan kell exportálni, mert azt azért több videószerkesztő jobban ismeri, mint a vektorgrafikus dolgokat, hát bizony ki fogjuk mi ezt exportálni. Exportálási terület, mindig a lapot kell kiexportálni, a lap mérete legyen kiexportálva, és semmi egyéb, csak exportáljuk a megadott nével. Exportálás, mint pedig egy másik nevet ad, exportálás, és hát mivel volt ilyen, lecseréljük. A következő gondolat az, hogy ez bizony be kellene hozni a KDN Live-ba, és rátenni az adott képre, illetve videóra, mint felirat. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan kell ezt, hát gyorsan, villámgyorsan megtenni. A művelet alapvetően semmiben nem különbözik természetesen attól az egyszerű dologtól, hogy egy képet ráhúzunk a videóra. Azaz, itt a videó, szép kis narancsos dolog, itt a rajz PNG. Én azt szoktam tenni, és igazából most meg is mutatom, hogy ez valóban így van, a megfelelő könyvtárba videók, könyvtárba exportáltatom ki a PNG-t, hogy minden cubehőr, ami ehhez a videóhoz tartozik, feliratok, egyebek, egy pontos helyen legyenek, így nem kell keresgélni, nem kell tallozni, hanem gyorsan megtalálhatjuk a megfelelő fájlt. Oké, tehát annyi, hogy behúzzuk és rátesszük, és nézzük meg, hogy ez így valóban működik-e. Igen, látható a háttér, a videó, az előtér, micsoda, természetesen a felirat, és nézzük is meg, hogy ez valóban lejátszható dolog-e, tehát van-e hátul mozgás, azaz nem csak két képet piszkáltam egymásra, azaz el is indítjuk a videót, és látható, a hölgy összeszorítja a narancsot, és szuper! Oké, ennyi volt. Tehát már egy feliratot tudunk készíteni, ami hát olyan, amilyen, azt tész fel, amit akarsz, annyi effektet, rendezést csinálsz, amit akarsz. A következő gondolat az, hogy jó, hát most nézzük meg, azért itt a hölgy kezébe belefutott a felirat, és jó lenne ebbe a részbe összerakosgatni a feliratokat, pár sort oda fogunk tenni, azaz igazándiból maradjunk annyiba, hogy jó lenne, hogyha a szerkesztés közben látnánk, mit? A háttérképet. Hát ezzel sincs egyébként semmi probléma, elveszük innéd a feliratot, hogy ne legyen zavaró, kiválasszuk azt a fő képkockát, ami úgy nagyjából mutatja számodra azt, hogy milyen színű a háttér, hiszen esetleg a színek összeállítása, ha nem fekete a felirat, azért macerás lehet, ha nem látod a szemeddel, hogy a háttér és a felirat hogyan arányul egymáshoz, hogyan néz ki, azaz ezt a képet szépen le fogjuk menteni. És mindig a videóvágó programból próbáljuk meg kimenteni a képet. Miért? Természetesen azért, hogy a képarány pontosan a videónak megfelelő legyen. Hát a KDN Live, mint egy professzionális, nagyon jól összerakott tudja ezt.
rákattintunk, mit kell tenni, kiextraktáljuk, kivágjuk az adott képet, hát bizony a projektre fogjuk kitenni, tehát a projekt könyvtárban legyen szíves benne lenni, és kap egy nevet, hogy narancs, hogy azért meg is találjam, és mentés. Ennyi volt a mentése a képnek. A következő lépés nem más, mint ezt becsukjuk, előkerestük a megfelelő szerkesztőprogramot, és ide húzzuk rá a narancs PNG-t, kiírja, hogy hát be szeretnénk-e exportálni. Oké, most aztán mindent eltüntetett, minden mögötte van. Azt hiszem, ez nem igazán nagy gond, hogy eltüntette, háttérbe küldtük. Hát ez így nem jó. Hát itt a lap, itt meg a kép. Két lehetőségünk van, hogy a képen szerkesztjük a feliratot, vagy a laphoz igazítjuk. Én azt mondom, hogy a laphoz kell igazítani a hátteret, és akkor nincsen semmi eltérés, mert akkor nem a képet, a narancs képet fogod te ki exportálni egy külön PNG-be, hanem mit fogsz csinálni? Természetesen a lapot, ami biztosan, totál biztosan a megfelelő méretű, azt fogjuk majd mi exporthoz használni. Semmi egyebet nem csinálunk, igazítás, elrendezés, és mihez szeretnénk rendezni, a laphoz szeretnénk rendezni, függőleges és vízszintesen középre kerültek a dolgok, és ezentúl már itt ugyanúgy szerkezgetheted a dolgokat, mint bármilyen egyéb dologban. És én ide szépen kirakosgatom, most nem csinálunk ám egyébként semmi egyebet, csak ezt a kettőt, hogy valamit szerkeszünk is, vagy igazítgassunk is. Igazítás, elrendezés nem a laphoz, hanem az előzőleg kijelölthöz, középre igazítottuk, egyik sor, másik sor, és ott középre igazítjuk egy kicsit ezt. Ide tesszük, ez meg egy hosszabb sor, és azért ezt feljebb hozzuk, és ezt egy kicsit kitöröljük, mert fölösleges, ezt meg jobbra kell igazítani, ide tesszük, így, ezt nem jól fogtam meg, hanem ezt lejjebb mozgatjuk, meg hát, hogy ne csak itt mozgassunk, egy kicsit forgassunk, és jó, elforgattuk, lejjebb piszkáljuk egy kicsit a gombokkal, és utána már semmit érő, fölösleges, de nem érdekes témával megvan a feliratunk. Következő lépés, micsoda? Kitörlöd a hátteret. Kitörlöd a hátteret, mert nem egy stabil kép és felirat című dolgot szeretnénk, hanem kizárólag azt szeretnénk kimenteni, mit? A felirat fájt. A következő lépés nagyon egyszerű, egyszerűen végrehajtjuk az előbb megismert műveletet, a rajzot ráhúzzuk ide, és meg is nézzük, látható, már nincs ott a kézen, hanem ott van, ahol kell a felirat. Ezt csak azért mutattam így meg, mert hogyha a képhez egy feliratot kell igazítani, azaz a kép témájához, mondjuk egy nyilat, kört, vagy egyebet kell, vagy mutatóujjat, akármit oda elhelyezni, így nagyon kényelmesen meg fogod tudni tenni. Mindig figyelj arra, hogy a lapot, tehát a lap méretet exportálod kifele, és nem a rajzot, nem a kijelölt területet, hanem a lapot pontosan, és ahogy lehetett látni, a hátteret, amihez igazítottuk, azt mindenképp le kell venni. A következő feladat hasonló, most nem egy statikus képet, hanem egy videó mozgó, azaz változó feliratokat szeretnénk mi elkészíteni, és gyakorlatilag egy animált feliratot hozzáadni ehhez a rövidke kis videóhoz. Mi a feladatunk? Először is el kell készíteni az animált feliratot. Az animált feliratoknak az elkészítése nagyon egyszerű. Én megmutatom, hogy melyik programot használom, és mindenki azt válassza ki, amit szeretne. Az animált feliratok elkészítéséhez a legegyszerűbb dolog az, hogyha egy prezentációs programnak a feliratozó, animáló részét fogjuk kipróbálni, megismerni, és utána használni. Én a canva.com-on elérhető free szekcióban elérhető, tehát nem fizetős,
animálos dolgot szeretem használni. Nagyon jó, ahogy a videók felvezetésében is, azt hiszem már második vagy harmadik ilyen videó van, láttátok, egy mozgást kapsz, és utána a szerkesztéssel elért effektusokat felveszed. Azaz, mi a feladat? Fogod a programot, amivel te videót a képernyőről rögzítesz, és elindítod a prezentáció. Figyeljetek, eléggé el nem ítélhető módon a dolog, hát sajnos, és kizárólag Chromium, Chrome alapú böngészőkben működik, Firefoxba nem. Azaz, azért láttátok időnként, hogy én Chrome-ot helyezek előtérbe, mert bizony ott működik ez az animáló, ez a prezentáció készítő program, és elkezded lapozgatni. Lapozgatod, és háttérbe fut a videó felvevő program, majd utána, nyilván amikor végeztél, leállítod. Oké, a következő lépés ennél már lényegesen egyszerűbb lesz, mert a hátteret, ami itt lehet látni, hogy a háttér egyszínű, eléggé markány színű, és azt el fogjuk tüntetni nem a videóról, nem erről a videóról fogjuk eltüntetni, hanem a programba fogunk használni egy Chroma Key nevű eszközt. Nézzük is meg, hogyan működik ez. Ezt én be is csukom. És mit kell tenni? Hát ide szeretnénk elhelyezni a videónkat, mármint a feliratot őrá, hát első körben én nem fogok más videót használni, csak azt, amit itt az adott felvételnél használtam, és rátesszük. Hát bizony keressünk egy olyan részt, ahol már van felirat, érdemes először megvágni, és utána különböző effektusokat rárakni, ha kell, tehát egy kész anyagot használni ehhez. Gyakorlatilag itt kezdődik a felirat, lekapjuk itt az elejét, a fölösleges részt, ezt lekapjuk, a két videó elejét egymáshoz igazítjuk, és most mi van? Hát nekem a narancsos háttér kéne, és aztán mégsem nem az van, hanem ez a szín van. A gondolat az, hogy hozzáadunk egy effektust, kiválasztjuk a nézetet, megkeressük az effektusokat, igen, az effektusok meg vannak nyitva, és megnyitom az effektusoknak az ablakát, és Project Component nem, hanem itt van, és Chroma Key. Nem a Basic-et használjuk, mert az a zöld videótip zöldet tüntetné el alapból, hanem a Color Selectionnal ellátottat. Ide megyünk, és mit látunk? Hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy semmi nem történt. Miért? Mert a kiválasztandó szín az ez a zöld. Hát bizony nem ilyen a hátterünk, csinálhatsz ilyen hátteret is, megnézed pontosan, hogy ennek mi az RGB kódja, és utána azt beírod a videó, illetve animáció, illetve inkább így mondom, prezentáció szerkesztőbe, Canvába, és utána hát bizony ilyen zöld lesz, de engem zavar ez a zöld, hogy mondjuk egy fél órán keresztül nézni kell ezt a videótip zöldet, én inkább a sötétebb színeket használom. Egy pipettával kiválasztjuk a megfelelő szint, és utána már lehet látni, hogy a kiválasztás megtörtént, és nézzük is meg, ezt becsukjuk, hogy jó hossza legyen, és az elejére megyünk, és elindítjuk. Látható? Igen, látható, egy animált felirat készült. Láttátok a videó elején 1 perc, 20 másodperc környéki animált pár diakockából álló animált felirat elkészítése a szöveg megírása nélkül. A szöveg megírása nélkül, mert én szövegszerkesztőbe írom meg mindig a szöveget és úgy rakom be a szerkesztő programokba, helyesírás ellenőrzés okán, bizony azon kívül 11 perc volt az animáció elkészítése, villámgyorsan meg tudjuk csinálni. Legyünk őszinték, egy ilyen animáció elkészítése, amit itt látsz, azt mondjuk a KDN Live-ba lehet, hogy fél óra, egy óra alatt tudod elkészíteni, hogy eltűnjenek, olyan sorrendbe tűnjenek el, ilyen szép átmeneteket képezzenek. Azaz, összefoglalva,
Ha szeretnéd a videódat feldobni egy normális felirattal, illetve ha nem elegendő neked az a megadott a videószerkesztődre jellemző viszonylag szűkkörű és kényelmetlenül használható, van egy-kettő olyan is, bizony feliratszerkesztő, akkor természetesen van lehetőséged külső program, statikus képkészítésre, hogy te most a vektorgrafikust, vagy a pixelgrafikust, az Inkscape-et, a Gimp-et, vagy egyebet használod, az teljesen mindegy, igaz? Teljesen mindegy, azt használd, amit te ismersz, kisújból kirázod, hogy hogyan lehet igazítani, hogyan érsz el egy effektust, szövegdomborítást mondjuk, akkor azt használod, utána kiexportálod, vagy egy videótip zöld, a megadott zöld színű háttérrel, ez a legkényelmesebb, vagy átlátszó háttérrel. Én a PNG mellett tettem le a voksot, azt használom, minden program ismeri a PNG-t, vagy inkább így mondom, a legtöbb ismertebb program ismeri a PNG-t, a átlátszóságot használom vele, tudja kezelni az átlátszóságot, a videószerkesztőben minden további nélkül behozhatom, ráhúztam, aztán működik. Láttátok, ha animált kell, akkor nyilván csinálsz egy felirat videót. Én mutattam egy programot, illetve honlapot, hozzáteszem, nem a honlapot reklámozom, mert ahogy mondtam, én a free oldalát használom, amire nekem kell ilyen egyszerűbb feliratok, egyszerűbb, ennél lényegesen összetettebb feliratok elkészítésére is alkalmas, villámgyorsan igazítható, effektelhető a felirat, és utána felveszem. A felveszem, utána behúzom a vágó sávba, és utána eltüntettem a háttérszínt. Egyszínű, erőteljes háttérszín legyen, azaz, ha fehér, akkor lehetőleg ne sárga, világossága legyen a háttérszín, jó? Hanem egy markánsan elválló, igazából totál ellentétes hatást elérő, sötét, világos, komplementer szín, valami ilyesmi gondolat mentén válasz meg a hátteret. Gyakorlatilag teljesen mindegy, mert azt senki nem fogja látni, csak a programnak könnyebb az edge-eket, a széleket megtalálni, akkor utána már olyan effekteket tudsz felrakosgatni, ami neked tetszik, illetve amit mondjuk a Canva tud, és aki igazából egy átlagos igénnyel él, vagy annál egy kicsit nagyobb igénnyel él, ez a Canva.com megfelelő lesz, de használhatsz bármit, 8-10 oldalt kipróbáltam, volt, ami fizetős volt csak összességében, azt igazából nem kedveltem, volt, ami többet tudott, de ahhoz meg legalább pilótavizsga kellett volna, na, maradtam a Canvánál. Lényeg, feliratozni tudunk, köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek azt mondom, próbálja ki legalább a 3 bemutatott dolgot. Egyszerű, stabil felirat készítése, nagyon egyszerű. Utána, hogy te ezt a felirat fájt, effekteled, mozgatod, forgatod, akármit csinálsz, a KDN Live-ba vagy a szerkesztődbe, az teljesen mindegy. Ha pedig fontos a pozíció, pontos pozíciója a feliratnak a videóhoz képest, akkor csinálsz egy képet és beteszed a szerkesztő programba, és azon szerkeszed. Arra azért figyelj, ha pixel grafikus felületen dolgozol, azaz mondjuk a Gimpet, akkor azért ne lapítsd össze, hanem másik layeren, másik rétegen szerkezd a betűket, mert amúgy nem fogod tudni szétválasztani. Na, lényeg, ez már a Gimpnek a használata és nem a feliratozása, és természetesen van lehetőség animált feliratok elkészítésére is. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!